Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő szavakat, bár nem vagyok mostanában gyakorló kardiológus, de előbb-utóbb szeretnék visszatérni az Alma Materbe és folytatni ott, ahol 2007-ben abba hagytam. Az a megtiszteltetés ért, hogy a kardiológiai hazai és nemzetközi finanszírozásáról beszéljek. Nagyobb hangsúlyt fektetnék én a hazai finanszírozási kérdésekre, hiszen az elmúlt 4 évben jelentős eredményeket értünk el. Nagyon röviden az előadásom elején megvilágítanám, hogy mely témákat érinteném. Nagyon kevesen ismerik a közösségi finanszírozásoknak a rendszerét. Gondoltam itt egy apropó kardiológusok előtt, politikusok előtt egy kicsit megvilágítsuk, hogy milyen közösségi finanszírozások vannak nemzetközi viszonylatban. Ezt követően egy kicsit az OEP viszonylatát mutatnám be, a társadalombiztosítás feladatait, illetve ezeknek a jelentőségét számokban. Néhány finanszírozási technikát említenék, amely nagyban befolyásolni tudja az alkalmazott finanszírozásokat, illetve a betegszámokat. Betegszámok kezeléséhez szükséges eszközöket, eljárásokat. Ezt követően nagyon röviden a döntéshozatali mechanizmusok viszonylatában a költséghatékonyság, mint eszközt mutatnám be, és legvégül, de nem utolsó sorban a kardiológia finanszírozási aspektusait, a trendeket és kihívásokat. Nagyon röviden az alapelvek, mindig visszatérően elmondjuk, rettenten fontos számunkra a kockázatközösségen alapuló szolidaritás elv, a kötelező jövedelemarányos állami egészségbiztosítás, ami merőben más az állami finanszírozástól, a jogosultaknak az érdekérvényesítése és képviselete, a hozzáférés esélyegyenlősége, transzparencia és természetesen a közérthető kommunikáció, amely az IHS program keretében azt gondolom nagymértékben javulni fog. Közösségi finanszírozás atyai, pillanatképként megmutatnám, hogy a Beveridge az állami finanszírozás atya, Bismarck útján haladunk ma a társadalombiztosítás mesdjéjén, Magyarországon is a kötelező társadalombiztosítás rendszer van a Bismarcktól vezethető vissza, és van, amelyben sajnálatos módon az elmúlt 40 évünkben némiképpen volt tapasztalatunk a Semaskov féle állami finanszírozás. Finanszírozás kockázatkezelési technikái alapvetően egyéni és szervezet kockázatkezelések vannak. Az egyéni kockázatkezelésekben valamikor az emberek vagyont megtakarítottak, és a család összefogott, és abból vettek egészségügyi szolgáltatást. Ma már azért egy kulturáltabb országokban a szervezett kockázatkezelés nyert teret. Ebben vannak az úgynevezett előtakarékossági, mint az egészségpénztárak. Ennek is van némiképpen kultúrája Magyarországon, de nem szignifikáns. És azt gondolom, 3 nagy közösségi kockázatkezelési technika van: az állami finanszírozás, a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás. Véletőleg mi a társadalombiztosítás mesdjén haladunk tovább. Egészségügyi ellátórendszerek típusai, pillanatképnek akartam mutatni, hogy többféle irány van az egészségügyi ellátórendszerek megszervezésére. Van állami, társadalombiztosítási típusú, egybiztosítós, többbiztosítós, nincs jobb vagy rosszabb, hanem többféle megközelítés van, amelyből eredményeket lehet produkálni. Az egészségügyi ellátórendszerben, hát ugye az egészség megfizethetetlen, sokan mondják, ugye volt ez az utópia a Semaskov féle modellben, hogy mindenkinek minden ingyen járjon. Ezt azt gondolom elérni nem lehet még a leggazdagabb országokban sem. Azt gondolom, itt a 3 alapvető kockázatkezelési típus, szervezett kockázatkezelési típust mutatnám be jellemzőiként. Az első az állami típus egészségügyi ellátórendszer, amelyben legjellemzőbb aspektus, hogy a lakossági lefedettség majdnem 100%-os, a szolgáltatások széleskörűsége az nem éri el a legelőnyösebb 80-90%-os mesdjét. Viszont a betegek hozzáférhetősége a copayment oldalról alacsony, tehát copaymentet alig kell fizetni. A társadalombiztosítási rendszerekben talán ez a legkiegyensúlyozottabb mesdje a kockázatkezelési típusok között. Így gyakorlatilag a lakossági lefedettség az 85-90% körüli, szolgáltatások széleskörűsége egész magas szintet ér el, és természetesen a biztosítói átlagos költség átvállalás is egész magas. Ezzel szemben a magánbiztosításos üzleti típusú biztosítóknál a
attól függ, hogy hányan lépnek be önerőként a kockázat közösségbe, ezért az adott üzleti biztosítónál a lakossági lefedettség az alacsonynak mondható, viszont aki benne van a kockázat közösségben, annak a szolgáltatások széles köre elérhetővé válik, és az átlagos költség átvállalás is relatíve alacsony. Hát lássuk összefüggésében így a nemzetközi viszonylatban, tehát lehet olcsón, jól és gyorsan dolgozni, de valójában mindig csak kettő tud optimálisan teljesülni. Hát akkor nézzük az Országos Egészségbiztosítási Pénztár munkáját számokban, nagyon röviden. Hát kiemelt feladataink az e-alap kezelése, gyakorlatilag 1800 milliárd forintot kezelünk, amelyből az egészségügyi kiadások nagyjából 1200-1300 milliárd forintot tesznek ki. Nagyon meglepő szám, sokan kérdezték, hogy hány szolgáltató vagyunk szerződésben, 150 kórházzal, 170 szolgáltatóval, nem, 20 ezer szolgáltatóval vagyunk szerződéses viszonyban, ebben természetesen benne vannak a házi orvosok, patikusok. Elszámolási tételek, ez az IHS szempontja, vagy igen fontos tétel, 350 millió elszámolási tétel dolgozunk föl, és ezt követően pedig finanszírozunk ki. Új egészségügyi technológiák befogadása, ez mind gyógyszer, mind eszközt érintően, nagyjából évente ezres a befogadási kérelmek száma, de ebben természetesen benne vannak az egyéb kiszerelésű gyógyszerek is. Járulékfizetők aránya. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon a bevizető biztosítottak nagyjából 4 millió ember, és az igényvevő jogosultak pedig 9 millió, majdnem 10 millió éri el. Tehát ez azt jelenti, hogy 40%-a a lakosságnak termeli meg a 10 millió ember ellátását. Valami érdekesség pusztán, hogy fél évvel ezelőtt találtam ezt az ábrát, és érdekesnek találtam, és ezért beraktam, hogy mindenki Nyugat-Magyarországra fókuszál a tekintetben, hogy ott a legkisebb a halandóság ezer lakosra vonatkoztatóan, és számomra megdöbbentő volt, hogy a Nyírség, a Hajdú-Bihar megyében, illetve Pest megye viszonylatában legalacsonyabb az ezer lakosra vonatkoztató halálozási ráta, amit érdemes lenne vizsgálni, hogy milyennek az oka, az ellátórendszer, a gazdasági viszonylatok. Ezt azt gondolom, hogy széles körén elemezni szükséges. Gyógyszerkassa. Pusztán azért bátorkodtam felvételni ezt az ábrát, hogy látható legyen, hogy a nagyságrendileg majd 300 milliárd forintos gyógyszerkassa bruttóban számol visszafizetések nélkül támogatási értékben, hogy a normatív támogatás, illetve az EU kiemelt támogatás viszonylatában, nem tudom kicsivel van írva, de lehet-e látni, szív- és érrendszeri megbetegedésekre 57 milliárd forintot költünk, ehhez még hozzájön a véralvadásgátló gyógyszerek, trombocita agregációgátlók 3,5 milliárd forint értékben, emelt támogatásban elérhető készítmények, vérhígítók, infúziók, és ha nem is direkt, de indirekten kapcsolódva a diabetológiai kezelésben alkalmazott inzulinok és orális antidiabetikumok is elérik összesen a 32 milliárd forintot. Ha ezeket az értékeket összeadjuk, ez majdnem 100 milliárd forint értékű gyógyszerkiadás, ami a szív- és érrendszeri betegségekre megy el gyógyszerkasszán belül. Finanszírozási technikákat mutatnék be, és fókuszban a speciális finanszírozás, hiszen ezzel tudunk legoptimálisabban élni a tekintetben, hogy a betegek hozzáférhetőségét potenciálozni tudhassuk. Ha megfigyeljük, vannak olyan finanszírozási technikák, amikor bázist finanszírozunk, tehát az adott intézmény megkap egy budgetet, és abból kell az éves fenntartását, működését finanszíroznia. Ezek általában a minőséget nem oly mértékben emelik meg. Vannak, amelyek, amikor betegorientáltan, betegszám függvényében történik a finanszírozás, ilyen a fejkvóta rendszerű finanszírozás. Van, ahol napi díj típusú finanszírozást alkalmazunk, ilyen a krónikus fekvőellátás. Van az úgynevezett sokszor szidott HBC rendszerünk, amely az aktív fekvőellátásban alkalmazunk. Ez már egy teljesítményorientált finanszírozási technika. Ezt követően már a tételes felé haladva a német pontrendszer járóban, és legvégső esetben a nagyértékű eljárásokban alkalmazott tételes finanszírozás. Mint látható, az ellátás szempontjából a legnagyobb kockázat a bázisfinanszírozásnál a szolgáltatónál van, a tételes finanszírozás esetén pedig a finanszírozónál.
speciális finanszírozását. Ez az a technika, amelyik leginkább fejlődött az egészségbiztosítón belül. Ebből finanszírozunk a nagyértékű gyógyszereket, nagyértékű eszközöket és nagyértékű eljárásokat. Többféle metodikát alkalmazunk, van, amikor az OEP központilag szerzi be, erre nagy hagyománya van például a pacemakerek ICD-k szempontjából, ez gyakorlatilag 10 éves múltra is visszatekint már a központi közbeszerzés. De ugyanígy szerezzük be a mi billentyűket, a kokleáris implantátumokat. A más típusú beszerzési metodika, amikor a nagyértékű eszközökre vagy eljárásokra pénzügyi keretet adunk az intézmények számára, amelyben nagyon erős a szakmai kollégiumnak a beleszólása, illetve az intézmények közötti allokáció. Ilyen típusú eljárások, például a szívtranszplantáció, vesetranszplantáció, amely ebből a kasszából finanszírozunk. Jelenleg ennek a kasszának a nagyságrendje 75 milliárd forint. A speciális finanszírozásnak egy nagyon érdekes kérdése, hogy mikor tudunk eljutni arra a szintre, amikor outcome típusú finanszírozásokat alkalmazzunk. Mit értünk ez alatt? Hogy ne csak a jelentett tétel, lejelentett ellátás eseményt finanszírozzuk ki, hanem a valódi egészségnyerességet produkáló terápiákat finanszírozzuk. Ezekhez legalkalmasabb eszközök a regiszter típusú jelentések. Nagy kérdés, hogy milyen regisztereket alkalmazunk. Készítményregisztereket, terápiás regisztereket, betegségregisztereket vagy betegregisztereket? Hogy ez attól függ, kinek mi az érdeke? A készítményregiszterek szempontjából elsősorban kutatási viszonylatban gyógyszergyártók érdekeltek, terápiás regiszterekben a finanszírozók, hiszen a terápia megvásárlásával tudunk elsősorban egészségnyereséget produkálóan finanszírozódói döntéseket hozni. Betegségregiszterekben az orvosok érdekeltek, betegregiszterben már az egész állam kormányzati szinten népegészségügyi kérdéseket is lehet vizsgálni. Szakmai kontextus. Nagyon figyelünk arra, hogy az egészségbiztosítási pénztár a szakmával konszenzusban hozzon meg döntéseket, tehát szoros együttműködésben vagyunk a szakmai kollégium tagozataival. Évenként intézményi keretek meghatározásában, az intézményi keretek átcsoportosításában, a jelentési rendszereink szakmai tartalmának frissítésében és a finanszírozási protokollok fejlesztésében. Mindezt annak érdekében, hogy az orvosbeteg találkozók során a finanszírozási protokollok szerint országosan egységes elvek mentén történjen betegellátási esemény, és pontosan együttesen határozzuk meg a beteg követését, szakmai követését. Ezt követően az OEP regiszterben megtörténik a jelentés a szolgáltatók oldaláról. Ezt az egészségbiztosító a felhasználás monitorizálja, kifizetések alapját pedig ezt képezik sok esetben a forgalmazók felé. Mindez a jövő építés szempontjából egy szakmai alapú kontrollált, költségtudatos és hatékony betegellátás érdekében végezzük. A betegségregiszteret. Jelen pillanatban az egészségbiztosítási pénztár 28 terápiás, betegség alapú terápiás regisztert üzemeltet, amelyben nem csak finanszírozási, hanem klinikai adatokat is gyűjt annak érdekében, hogy a szakmával együttesen tudjon olyan döntéseket meghozni, amely a terápia akár kifogadását, vagy a terápia élénkítését lehet a finanszírozásban elvégezni. És egy példát szerettem volna bemutatni arra vonatkozóan, hogy mit tud okozni egy finanszírozási változtatás, illetve egy finanszírozási technika változtatása. Mint ismeretes volt, a stroke ellátásában az aktilájz terápia HBC-ben volt finanszírozva. Sok esetben az intézmények nem voltak érdekeltek abban, hogy nagyértékű terápiát megvásárolják. Egy ügyes mozdulattal magát a készítményt áthelyeztük a speciális finanszírozás égisze alá, tehát tételesen alkalmazott terápiaként futtattuk tovább, központilag szerezzük be a készítményt, és az intézményekhez az egészségbiztosítási pénztár juttatja el. Ebből kifolyólag lehet látni az elmúlt négy évben 627 betegellátási eseményről 1755 vízisre emelkedett meg a szám, ami durván egy háromszoros emelkedés 4 év alatt. Itt lehet látni, hogy számos intézmény került be a lízis körébe. Nem szeretnék mélyebben az ábrával foglalkozni, csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy bizonyos intézmények érdekeltek voltak abban, hogy az akut stroke-ban agyembolizációt megnyitó érkezelést alkalmazzanak, más intézmények kevésbé. Ha valaki végigbogarász az ábrát, lát benne olyat is, hogy vidéki egyetem évi 2010-ben 20 darab lízist végzett. Döntéshozatali mechanizmusokról néhány szót.
Ugye van egy nagy dilemma, ez pont az onkológusoknál is megmutattam ezt az ábrát, hogy a valós egészségi nyereség pariban van-e a ráfordított költségekkel. Amíg a daganatellenes kezelésekre fordított költségek rohamosan nőttek, valódi populáció szinten meglévő eredmények még nem prezentálódtak. Ezzel szemben kardiológiában a ráfordított költségek olyan fejlődést eredményeztek a kardiológiában, illetve a szakmának az összetartása, hogy a halandóság csökkenésének 55%-áért, illetve az élettartam meghosszabbodásának közele fele is a kardiovaszkuláris kezelések, vagy kardiovaszkuláris betegségek kezelésének következtében identifikálható. Költséghatékonyság értékelés. Hát a költséghatékonyság sokféleképpen lehet értékelni, ez egy külön fejezet lenne egészséggazdaságtani szempontból. Én minden esetre az egyik legfontosabb, és főleg a kardiológiában az eszközök vetületében a költség per életév, ami az átlagos költséghatékonyságot jellemzi. Szoktuk alkalmazni még a differenciált költséghatékonyságot, amikor több termék, vagy több megfelelő terápiát egymással hasonlítunk össze a megnyert életév vonatkozásában. Egyesült Államokból indulva, azt dollárban vannak kifejezve a megmentett életévek költsége. Hát régebbi számok már ezek, de azt mondjuk a hatékonyság szempontjából, ami gyakorlatilag ingyen van, az takarékos. Ami 20 000 dollár alatt van, azt is még elég takarékosnak mondhatjuk. A 20 000-40 000 dollár közötti költséghatékony, és azt gondolom inkább a taszítót emeltem volna ki, amely egy megnyert életév 100 000 dollárba kerül, az már az Egyesült Államokban is taszítónak mond. ICD terápia és más kardiovaszkuláris intervenciók differenciált költséghatékonysága. Régi az ábra, csak szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy még egy eszközös terápia, vagy például a primer koronária intervenció és a statinok vetületben mekkora különbség van. Amíg a primer koronária intervenciónak a differenciált költséghatékonyság a költség és megmentett életévek vonatkozásában Egyesült Államokbeli adatok, tehát hangsúlyozom, 31 ezer dollár tett ki, addig akkor tehát a lovastatin-statin kezelés egy megnyert életév a statin kezelés 135 ezer dollárba került. Nagyon fontos szempont még, hogy egy élet megmentéséhez hány beteget kell kezelnünk. Itt az ICD terápia van összehasonlítva a gyógyszeres kezelésekkel. Mint látható, hogy ICD terápia különböző indikációkban nézve természetesen, 4-11 beteget kell ahhoz kezelni, hogy egy beteg életet megmentsünk. Addig a gyógyszeres kezeléssel sokkal több beteg kezelését kell elvégeznünk ahhoz, hogy egy beteg életét megmentsük. Eszközgyógyszer különbségek. Nagyon sok különbséget lehet mondani, de azt gondolom elsősorban az eszközöknél egyértelmű a direkt hatás. Tehát ha megtörténik egy primer koronári intervenció, akkor annak minden előnyével, hátrányával produkálható az egészségnyereség. Orális gyógyszereknél egy indirekt hatásmechanizmust detektálunk, ugye ott metabolitok lehetnek, szisztémás a kezelés, adagolásbeli különbségek, mellékhatásokkal kell számolni. Az eszközöknél az egymás követő generációk általában javítják a költséghatékonyságot, az orális gyógyszereknél ez gyakorlatilag állandó marad a adott terápiára vonatkozóan nézve, ha csak nem csökken a készítménynek az ára. És természetesen az eszközös terápiáknál a beteg compliance kevésbé oly fontos, mint mondjuk a gyógyszereknél. Költséghatékonyság befolyásoló tényezők, ez lehet az eszközök a terápiás eszközök függvényében nézni, illetve vannak humán faktorok. Általában az eszközöknél nagyon fontos a teljesítmény élettartam, beültetett eszközöknél a telep élettartama, a megbízhatósága, tartósága, bonyolult-e az elektronikája, telepítési kívánalmak milyenek, illetve az ellenőrzési kívánalmakat milyeneket kell produkálni. Addig a külső tényezőként lehet felhozni példaként a implantációs jártasságot. Tehát olyan centrum, amely keveset implantál, vélhetőleg kevesebb eredményességgel tudja az adott bevackozásokat elvégezni. Nagyon fontos a megválasztott indikáció, nagyon fontos a betegek kiválasztása és az egyéb műtéti komplikációk. Egy-egy példát mutatnék belső tényezőre, tehát ami az eszközfüggő. Ezen az ábrán lehet látni, hogy minél hosszabb egy eszköznek az élettartalma, főleg implantátumoknál, ICD-knél, ott a költséghatékonyság sokkal kedvezőbb.
külső tényezőre egy példa, ugye egy egészséges emberbe rakunk be egy ilyen eszköz, az valójában nagy egészségnyereséget nem produkál. Általában súlyos szívelégtelen betegeknek rakunk be ICD-t annak érdekében, hogy a szívhalált megelőzzük. De van egy olyan határ már, ahol olyan súlyos a szívállapot, ahol az ICD-terápia már nem hozza azt a hatékonyságot, mint 40%-os ejekciós frakció alatt és 25%-os frakció fölött. Ebből is látható, hogy van egy optimuma az eszközös terápiáknak költséghatékonyság szempontjából. ICD-terápia költsége. Nagyon jól lehet látni, például az ICD-terápiáknak hogyan alakult a költségei az elmúlt 15 évben, 90-től 2005-ig. Minek köszönhető ez? Valójában azért, mert annyira fejlődött az ICD-terápiának az implantációs körülményei, hogy csökkent a kórházi tartózkodási idő, kevésbé invazív ugye a beavatkozás, és egyre hosszabbak a telepek élettartama. És nézzük, hogy mi történt az elmúlt 4 évben kardiológia területén. 4 területet vettem elő, a koronária diagnosztikát, a szívelektrofiziológiai vizsgálatokat, aritmia kezeléseket és a perkután intervenció, szívtranszplantáció területét. Mint lehet látni, az elmúlt 4 évben, ahogy államtitkár úr is említette, hogy egy restriktív környezet ellenére is a kardiológián belül megpróbáltunk forrásokat biztosítani arra vonatkozóan, hogy megfelelő diagnosztika elérhető legyen és megfelelő terápiák is elérhetőek legyenek. Itt lehet látni a koronária diagnosztika, a szív- és koronária MSCT vizsgálatok száma jelentősen növekedett az elmúlt 4 évben. Szívritmuszavarok, rádiófrekvenciás abláció az elmúlt 4 évben. Ebben is azt gondolom, hogy a tételes finanszírozás keretein belül szakmával egyeztetve tudtunk érdemi esetszámokat, plusz esetszámokat produkálni. Ahogy lehet látni, egy nagyságrendű 2000-es esetszámról, 2200-es esetszámra, éves esetszámra tudtunk növekedni. És ami még fontosnak tartok megemlíteni, hogy az elektroanatomiai térképező rendszer segítségével végzett rádiófrekvenciás ablációs kezelés száma viszont drasztikusan tudott növekedni az RF kezeléseken belül. Pacemaker és ICD kezelések. Én azt gondolom, egy stagnáló pacemaker és ICD implantáció szám van, de meg kell említenünk azt, hogy várólista ezen a területen nem ismert, míg más országokban ezzel is lehet számolni. Említésre méltó még, hogy intézménybővítések történtek jogosultság tekintetében, 4 új centrum került a finanszírozati körbe, Sopron, Székesfehérvár, Szolnok, és a Budai Irgalmasrendi Kórház, mint ICD jogosult intézmény. Ami PCI 2010-2013, amint lehet látni, az ami esetszámainak alakulását az elmúlt 4 évben, egy minimálisan emelkedő tendencia van beavatkozások vonatkozásában, nem az elszenvedett infarktusok vonatkozásában, ami véletőleg a hozzáférhetőség javulásának köszönhető. 3 új PCI centrum nyílt meg az országban, ahogy államtitkár is említette, Kecskemét, Kaposvár, Gyula, és ami még kitűnik az ábrából, hogy a gyógyszerbeontó stentek felhasználása az, ami esetén 3 év alatt csak nem megduplázódott. És természetesen megjelent a közfinanszírozásban a felszívódott gyógyszerbeontó stent is, ami azt gondolom kuriózumként megemlíthető. Az elektív PCI számok nagyjából stagnálnak ma Magyarországon, de itt is el lehet mondani, hogy a DES felhasználás 4 év alatt 32%-kal nőtt az elektív PCI-ok során, és a stagnáló elektív PCI-ok mellett a klasszikus stentek száma viszont arányában csökkent. Tehát a korszerűbb technológia felé tolódott el. Szívtranszplantációk számának alakulását mutatja ez az ábra. 2010-2011 környékén egy 22-14-es esetszámú, tehát ez az akkori lehetőségek mentén erre voltunk kapacitásilag képesek, de azt lehet látni, hogy 2012 és 2013-ban milyen jelentősen megugrott a korábbi évekhez viszonyítottan a szívtranszplantációs esetszámok. 2013 fordulat volt az eszközbefogadások terén. Új befogadott eszközökkel a sűrű frontó intágoló intrakranális stent, ami tényleg egy innovatív új technológia. Megjelent közfinanszírozáson a beültethető szívmonitor, és ami kardiológiát érint még, azt gondolom egész komolyan a transzkatéteres szívbillentyű beültetés.
Nagyon röviden összefoglalom, látom, el is szaladt az idő. Szerettem volna ezen az ábrán összefoglalom bemutatni azokat a változásokat, amit sikerült elérnünk. A gyermek szívsebészetben díjtétel emelés történt, a szívtranszplantáció díjtételnek emelése, szintén államtitkár úr említette, a stroke, ami PCI kezelések, TVK-mentesítés, amelyek a kórházak válláról nagy terhet vettek le, a keringés támogató eszközök felülvizsgálatra kerültek a szakmával együttesen, így a középtávú keringés támogató eszközök is közfinanszírozottan elérhetővé váltak. Definitív műszív is elérhető közfinanszírozottan, amely költségesebb, mint az átmeneti műszív. És ahogy az előbb is említettem, az új technológiák befogadása megindult, reméljük, hogy folytatódni is fog ez a trend. És konklúziót nem nagyon vonnék le, hiszen az ábrák magukért beszéltek, remélem. Mindesetre záró gondolatként megfogalmaznám azt, hogy minden feleslegesen felhasznált forrás mások egészségjavulásának esélyét csökkenti, ezért a meglévő forrásainkat leghatékonyabban célszerű felhasználnunk. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket!